Balázs Ferenc 1956 őszén Budapesten harcolt a szabadságért. Többek között a Korvin közben vállalt fegyveres szolgálatot. A forradalom leverése után egy évvel 1957-ben tartóztatták le és ítélték halálra. Emléke előtt tisztelettek Máté Szalkán. Házak falán hirdet célokat, s vésett belénk örök ráncokat. Az ünnepség a színház mellett az 56-os kapunál folytatódott. Kovács Sándor országgyűlési képviselő ünnepi beszédében párhuzamot vont az 1956-os és a mai kor között. 15 évvel ezelőtt ugyanaz a házaspár irányította az akkori országot és az európai fejlesztési forrásokat, akik ma esetleg kigyúrt békát kiabálnak a másik oldalra. Erre szoktam mondani, hogy mindenki magából indul ki. És hogy ez a vízválasztó vajon nem-e a szovjet demokrácia ellen zajlott akkor, amit mondtam, hogy mindenki egységesen megindult és érzett magában lendületet a nemzet védelmében. Vajon nem tudunk-e párhuzamot húzni a mostani brüsszeli nyomulás, a brüsszeli törvénykezés ellen, és engedjék meg, hogy egy nagyon-nagyon-nagyon napi példát hozzak, talán két héttel ezelőtt történt, vagy még annyi ideje sincsen, hogy a Lengyel Alkotmánybíróság kimondta, hogy azokban a kifejezetten nemzeti hatáskörben maradt intézkedésekről és szervezetekről csak és kizárólag a nemzeti kormány és a nemzeti alkotmánybíróság dönthet. Akkor mindenki tapsolt, mármint azon az oldalon, amit úgy gondolom a normalitás oldalán állnak, és most ma reggel bejelentették, hogy az Európai Parlamentnek a bírósága megállapította, hogy a Lengyel Alkotmánybíróságnak nincs kompetenciája a lengyel alkotmánynak az értelmezésére. A színház előtti ünnepségen Hanosi Péter, a város polgármestere azt mondta, kötelességük, hogy felhívják az utókor figyelmét Máté Szalka hőseire. Sokan nem tudják, hogy ez az ikonikus épület itt Máté Szalkán, ami előtt állunk, a Szent Péter Zsigmond Kulturális Központi Színház épülete, nem csak azért különleges a város történetében, mert mikor Máté Szalka Csonka Szatmár megyeszékhelye volt, ez volt a megyeháza épülete, hanem azért is különleges, mert 56 Máté Szalkai eseményeinek egyik kulcs épülete volt a mögöttünk álló épület. Ezen a bizonyos 56-os kapun azoknak az arcképei szerepelnek, azoknak a Máté Szalkaiaknak az arcképei, pontosan 6 főnek, akik annak idején gondoskodtak arról, hogy az 56-os forradalom eseményei méltó módon történjenek, tiszta módon történjenek. És az ő általuk képviselt értékrendre a mai napig büszkék vagyunk. Ezért hajtunk fejet előttük, ezért hajtunk fejet nem csak az 56-os országos események résztvevői előtt, hanem a Máté Szalkai hőseink előtt is. Az ünnepség végén a megemlékezők megkoszorúzták Bíró Lajos 56-os kapu című alkotását, amelyen a forradalom 6 Máté Szalkai hősének képmása látható.